A Szent György Kórház udvarán a Kossuth Zsuzsanna szobor koszorúzásával kezdődött az idei Magyar Ápolók Napja ünnepség. 1817. február 19-én született Kossuth Zsuzsanna, Kossuth Lajos legfiatalabb húga, aki az 1848-49-es szabadságharc idején tábori kórházak létesítését segítette főápolónőként. Kossuth Zsuzsanna emlékének megőrzésére a Magyar Országgyűlés 2014-ben február 19-ét a Magyar Ápolók Napjának nyilvánította. A kórház hosszú idő után nem csak koszorúzással ünnepelt ezen a napon. Kezdünk helyreállni a Covid után. Ugyan minden évben volt koszorúzás, Kossuth Zsuzsanna szobrát minden évben megkoszorúztuk, de utána ez az ünnepség ez nem volt sem 21-ben, sem 22-ben. Tehát igazából a protokoll megjelenésen is látszik szerintem ennek köszönhető részben ez a nagy érdeklődés. Most van először a Covid után ez az ünnepség. Nyakas Eszter ápolási igazgató beszédében elmondta, az ápolók és egészségügyi szakdolgozók a betegség idején nyújtanak segítséget, a legnehezebb helyzetekben állnak helyt. Az ünnepségen minden évben elismeréseket adnak át a legkiválóbb munkatársaknak. A kiválasztásnak egy több lépcsős procedúrája van. Először megtörténnek az osztályokról a jelölések, az, hogy a saját osztályukon ki az, akit kiválónak találnak. És ezt követően egy szakmai ápolás szakmai grémium döntése alapján kiválasztásra kerül az az egy, aki az év ápolója, és aki az év asszisztense lesz. Az év ápolója 2023-ban Barátné Kalmár Lilla lett, aki 15 évvel ezelőtt kezdte meg munkáját a Fejér vármegyei Szent György Egyetemi Oktatókórházban. Ma a hematológiai osztály vezető főnővére. 1995-ben kezdtem meg a munkámat a Veszprém megyei Csolnoki Ferenc Kórházban, majd 2008-tól jöttem ide a Fejér megyei Szent György Kórházba a hematológiai osztályra. Nagyon örültem és nagyon megtisztelő nekem ez a díj, hogy átvehettem. Büszke vagyok rá, és arra is, hogy 27 év után még mindig minden nap boldogan, örömmel és szívesen jöhetek dolgozni. Az év asszisztensének Bor Erzsébetet választották, aki 1980-ban kezdte asszisztensi munkáját a kórházban, a hivatásában 42 évet töltött el. 2009-től a szemészeti műtőben műtős szakasszisztensként dolgozik. 2020-ban vonult nyugdíjba, de azóta is oszlopos tagja a műtő életének. Először is 7 éves koromban operáltak, és a csillogó gyönyörű műszerek, a műtőlámpának a vakító fénye az, ami megfogott, és én gyakorlatilag 7 éves korom óta erre pályára készülök. És hogy amikor valóságá vált, hát egy élethivatást, egy szívvel lélekkel végzendő munkát jelent nekem ez a szak. Hivatás, nem szakma, hivatás. Az ünnepségen a Magyar Ápolási Egyesület és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elismerő okleveleit is átadták. Idén tiszteletbeli ápolónak választották Bucsi Lászlót, a Szent György Kórház főigazgatóját, aki, mint méltatásaként elhangzott, értékeli az ápolók munkáját és sokat tesz a szakdolgozók fejlődéséért.